Felügyelő című bűnügyi filmsorozatból a Klett ügy című epizódot. A retikülje. Hol volt? Egy rongyszedő adta át, aki ide jár guberálni. Ő fedezte fel a búrát. Szabad felügyelő úr. Tessék csak. Mi volt a táskában? Jóformán minden benne van. Lakáskulcs, személyigazolvány. De semmi pénz. Még pénztárca sincs. Nem, a guberáló nem tette el, se lát, se hall az ilyettségtől. Az áldozat? Klett. Ursula Klett. 52 éves hamburgi születésű. Halál oka? 6 vagy 7 készszúrás. De nyilvánvalóan nem itt ölték meg, már holtan gyömöszölték a ládába. Szemétre dobták. Főnök, megvan a címe, albérletben lakott. Waxner 1 csengetés, Silp 2 csengetés, Klett 3 csengetés. Elnézést a zavarásért. Bűnügyi rendőrség. Bűnügyi rendőrség? Mit akarnak? Ki ez? Ön... Waxner vagyok. Ön a főbérlő? Igen. Lakik önnél egy bizonyos Klettné. Igen, abban a szobában. Klettné miatt jöttek? Igen. Akkor szíveskedjenek 3-at csengetni. Ki is van írva? Jó nagy betűkkel. Klett 3 csengetés. Ez vagyok én. 1 csengetés. Klettnének hiába csenget, Waxner úr. Hiába? Hogy hiába? Klettné meghalt. Meghalt? Ezt meg kiadta be maguknak. Még hogy meghalt. De hogy halt meg? Azaz meg szokott halni, ha adósága van. És már nagyon szorongatják a pénzért. Olyankor mindig meghal. Igen. Bemehetnénk, kérem. Hogy? Tessék. Köszönöm. Egyszer betette a saját halálhírét az újságba. Akkor még Gizingben lakott, és így akarta lerázni egy csökönyös hitelezőjét. Klettné, rendőrség! Klettnét az elmúlt éjjel megölték. Megölték? Hogy megölték? Hol, hogyan? Ma reggel találták meg egy udvaron egy... Szóval egy ház udvarán. S hol, merre? A Landsberger Strasse-n. Landsberger Strasse. Mond ez önnek valamit? Nem. Mondhatom, hogy itt él, itt lakik. Kinek jut eszébe, hogy egyszer csak... Bemennek, de nincs kulcsom. Nálunk van a kulcs. Bocsánat, szabad? Tessék, Waxner úr. Mióta lakik? Azaz meddig lakott itt önnél? 3 hónapig. Egyedül? Igen. A személyi igazolványa szerint ugyanis férjezett volt. Aj, férjezett? Nem tudta? Nem. Meg vagyok lepve. Azaz ő... Nem tudtam róla. Pedig amikor ide költözött, alá kellett írnia a bejelentőjét. Aláírtam, de nem olvastam el. Nem? Nem. Klettné mit csinált? Hogy mit? Hogy mi volt a foglalkozása? Igen. Nem tudom. Én kérem, sohasem kérdezek senkit, hogy mit csinál, vagy miből él. Őt se kérdeztem.
Nem? Nem. Nagyon rokon szembes arc. Igen. Ez az asszony itt élt önnel egy lakásban 3 hónapig. Ön mégsem tudja, hogy férjnél volt, és hogy mivel foglalkozott. Kissé furcsa, nem? Hát... Mégis mit csinált Kletné egész nap? Fogalmam sincs. Napközben én sosem vagyok itthon. Mi a foglalkozása? Pincér vagyok, kérem. Hogy itthon van hétköznap délelőtt? Úgy kérem, hogy véletlenül. Orvoshoz készültem. Aha. Bocsánat, főnök. Kletné miből élt? Azt se tudom, kérem. Néha volt pénze, néha nem volt. De ha nem volt, azt se izgattam. Mintha mindegy lett volna neki. A lakbért pontosan fizette? Igen. Ez is furcsa. Néha volt pénze, ahogy ön mondja, néha nem, de úgy látszik, elsei mindig volt. Igen. Nem találtál semmi érdekeset? Az égvilágon semmit. Lakik itt még más is? Igen, Silpné. Itt hol van? Na, persze nem tudja. Silpné? Igen? A bűnügyi rendőrségtől vannak itt Kletné miatt, mert az történt, igen, hogy... tudok róla. Honnan tudja? Elég hangosan beszéltek. Miért nem szólt? Miért nem jött ki? Annyira megrázott. Csöngettek, Wachsner úr. Jó napot, főnök! Osztatok házkutatásit? Igen, itt van. Köszönöm. Parancsom van, hogy átkutassuk a lakását, Wachsner úr. A lakásomat? Hogy? Miért kutatják? Mert nem tudjuk, hol ölték meg Kletnét. Lehet, hogy itt. Itt? Harry, Robert. Igen. A főbérlő, Wachsner úr, majd mindent megmutat nektek. Én addig beszélgetek a hölgyel, szabad? Tessék. Úgy látom, nagyon meg van ijedve, asszonyom. Meg hogy ne volnék? Mégis mi? Hogy történt? 6-7 készúrással, a mellébe, a nyakába. Oh. Tessék. Kedves asszonyom, mióta lakik ön itt? 3 éve. Dolgozik, vagy már nem? De igen, egy cipőüzletben. Jól ismertek Kletnét? Nem is tudom. Vagy nem nagyon ismerte? Itt lakott mellettem. Néha elbeszélgettünk, de... Nem voltak közelebbi barátságban? Nem. Kletnének mi volt a foglalkozása? Vagy nem is volt neki? Nem. Valamiből mégiscsak élnie kellett. Nem tudom, hogy csinálta, miből élt... De sose volt pénze. El se tudja képzelni, hányszor mondtam neki, miért nem csinál valamit. Menjen elárusítónőnek, mindenütt azt keresnek. Tele vannak az újságok, elárusítónőt felveszünk. De nem ment. Ő aztán nem. Úgy nézett rám, mintha marslakó volnék. Nem foglalkozott prostitúcióval? Ugyan, hová gondol? Nem, akkor lett volna pénze. De ennek soha egy basa se volt. Férjezett volt, ugye? Nem ismertem a férjét. Sose beszélt róla. Látogatói voltak? Nem tudom. Nem hiszem. Ha elment hazulról, mert időnként biztosan elment, akkor hová? Nem tudom. Oda ment, ahova akart, akkor, amikor akart. Azt csinált, amit akart. Nem volt normális szegény. Hogy értsem? Zavarosan beszélt? Értelmetlenségek? Nem, dehogy. Nem? Hanem mit csinált? Semmit. Semmit se csinált. Ha bementem hozzá, ágyban volt. Ahányszor bementem, ágyban volt. Mondom neki, mi az? Sose kell fel. Akkor aztán felkelt. Nincs mit reggeliznie? De van, mondta. Vagy nem akar reggelizni? Dehogy nem.
És akkor aztán reggelizett. Sose mozdul ki, menjen már el valahová. Olyankor aztán elment, de magától semmit sem csinált. Azért mondom, hogy nem volt normális szegény. Köszönöm. Találtál valamit azóta? Semmit, főnök. Se levelek, se iratok, feljegyzések, nevek, semmi, de semmi, mintha nem is létezett volna. Furcsa. Csak ez az egy telefonszám. Ez mi? Sehol semmi, főnök. Úgy szólván biztosra vehető, hogy nem itt törték meg. Láttam már egyet mást, amióta itt dolgozom, de ilyet, hogy valakit így szemétre dobni. Igen, pedig ez csak egy kép. De a valóságban látni ugyanezt... Látom, nagyon megviselt. Ennél piszkosabb, aljasabb gyilkosságot még nem láttam. Vannak megtört gyilkosok, zokogó gyilkosok, de abban egyformák, hogy az áldozat végképp nem érdekli őket. Kérem, kapcsolja a 28-70-28-at. Figyelj, kérem, keressük a férjet, akitől az asszony vagy elvált, vagy csak külön ér. Nem tudjuk. Az asszony neve Klett Urzula. Igen. Ennyi. Egyelőre ennyi. A férj lehet, hogy itt ér minket. Igen, igen, itt vagyok. Rejté, hogy miből tartja fenn magát, foglalkozása nincs. És az is megállapíthatatlan, hogy milyen ember volt. Igen. Ketten vannak mindössze, akik ismerték. Wagner a főbérlő és a szomszéd Sirpné. De amit az áldozatról és életmódjáról elmondtak, a semmivel egyenlő. Ezekből az adatokból nem állapítható meg, hogy ki volt ez a Kletné. Igen. Eddig valahogyan nem sikerült a személyiségének a nyomait sem felfedezni. Kitűnő, Robert. Mi a kitűnő, főnök? Ahogyan megfogalmaztad a dolgot. Főnök, a telefonszám, amit Kletnénél találtunk. Igen? A telefon lelkipásztor száma. Beszéltem a lelkipásztorral, de nem lettem okosabb tőle. A telefonálók nem mutatkoznak be. A Klett nevet sose hallotta. Főnök! Klett nevű férfit a nyilvántartásban nem találtunk. Tudjátok milyen? A rutin munka. Sorba kell járni mindent. A házlakóit, az üzleteket valahol ő is csak vásárolt. Nem tartóztatlak benneteket. Köszönöm a szíves látogatást. Te se vagy kivétel. Hogy valaki ennyire személytelen legyen, nem létezik. Ilyen nincs. Na, nyakunkba vehetjük a várost. Nem fogunk megtudni semmit, az az érzésem. Ne mondd. És mitől van ilyen érzésed? Nem tudom, de erre még nem volt példa. Az egész eset olyan kísérteties. Az áldozat személye kísérteties. Kísérteties. Szerezzen nekünk egy kocsit, jó? Hogy? Nem tudom. Kletné fotója, kinél van? Nálam. Add ide. Bűnügy. Keller csoport. Köszönöm. Két kocsit kérek. Köszönöm. Felügyelő úr. Jó reggelt, Wagner úr. Jó reggelt, felügyelő úr. Ne haragudjon. Volna néhány kérdésem. Őszintén szólva, nem számítottam rá, hogy itthon találom. Még mindig beteg? Igen. A lábam rendetlenkedik. Fáradjon be. Köszönöm. Mit akart kérdezni? Például, hogy Kletné postát nem kapott soha? Nem, legalábbis nem tudok róla. Nem mondta ő meg senkinek, hogy hol lakik. Vajon miért nem? Hát, azt nem tudom. Nem akarta, hogy bárki is tudja, hogy hol lakik. Talán azért, mert adósága volt. Aha. Meséltem önnek, hogy egyszer... Hát... Igen, tudom. Megengedi, hogy leüljek? Ó, parancsoljon. Köszönöm. A lakbért mindig pontosan fizette. Igen, ezt mondtam is. Nem gondolja, hogy minden elsején pénzt kapott valahonnan? Biztosan, különben. De nem postán, utána jártunk.
Nem? Mennyi bért fizetett? 80 márkát. Sose volt pénze, mégis minden elsőjén letett 80 márkát az asztalra. Mondom, hogy igen. Vagy nem hisz nekem? Hol dolgozik ön, Wachsner úr? Én? A remizmulatóban miért kérdi? Sülpné itthon van? Jó reggelt, asszonyom. Jó reggelt, felügyelő úr. Nem azt mondta, hogy egy cipőüzletben dolgozik? De igen. Tegnap sem ment be? Ma se? Nem. Beteg? Nem. Szabadságot vettem ki, mert... Hogy miért, az nem tartozik rám. Csak megállapítom, hogy se tegnap, se ma egyikük sem ment dolgozni. Kérem, én megmondtam az előbb... Ez a Kletné lakása? Ki maga és kit keres? Kletnét. Itt lakott? Igen. Olvastam az újságban. Azért vagyok itt. Milyen cucca maradt? Cucca? Nem értem. Hogy mi maradt? Valami jó cucc. Willi vagyok. Klett. A muterom volt. Az anyja? Igen. Elviszem, amilyen maradt. Azt lehet? Ha csak ugyan a fia. Tudja magát igazolni? Igazolni? Minek az? Mondom, hogy a muterom volt. Várjon, fiatalember. Tényleg a fia? Mondom. Az egyetlen gyereke? Ja, értem már. Aha. Az egyetlen. Milyen maradt? Megmutatom. Az mi? Rendőrségi pecsét. És maga az csak úgy leszedheti? Ha valaki, akkor én. Rendőrfelügyelő vagyok. Tessék, jöjjön be. Az anyját ugyanis megölték. Tudom, olvastam. Ez az ő szobája? Igen, itt lakott. Tessék, nézzen körül. Semmi se volt? Se rádió, se tévé, se magnó? Nem. Mi az övé, a bútor? Semmi sem az övé. Semmi? Maguk már átnéztek mindent? Igen, átkutattuk a szobát. Milyen csóró volt? Rágyújt. Eddig nem tudta, hol lakik az anyja. Nem én. Az apja sem? Az apa. Él az apja, vagy nem? Biztosan. A múlt héten élt, azt tudti, mert nálam volt. Maga hol lakik? A Pettenkofer úton. Tehát külön laktak mind a hárman? Igen. Mi történt az öreg lánnyal? Leszúrták. Valaki, még nem tudjuk, hogy ki, több készúrással megölte az anyját. 6-7-szer is beleszúrt a szívébe, mellébe, nyakába. Szegény muter. Ki lehetett? Épp ezt igyekszünk kideríteni. Nem tud senkit, akiről feltételezné. Én? Miért tudnék? Nem. Nem tudok. Mondja, mióta nem látta az anyját? Mióta? Mm-hmm. Hát talán fél éve. Azt se tudtam, hol lakik. Elmehetek? Hazamegy? Igen, a Pettenkoferba. Hazaviszem, jó? Nem, nem kell. Nem kerülő. Jöjjön csak, fiam. Maga itt a főbérlő? Igen, én.
És mit rakott el magának? Miért raktam volna el bármit is? Még rádiója se volt? Rádiója? Rádiója? Semmije se volt, érti? Egy megveszekedett vasa sem volt. Nyugalom, Paxner úr. Nekem ne mondja, hogy elraktam valamit. A pimasz huligánja. Gyerünk. Maga mit csinál? Dolgozik? Persze, hogy. De nem mindig, néha. Alkalmanként? Tám baj? Nem. Tanult egyáltalán valamit? Mit tanultam volna? Nincs tanult szakmája? Építkezésen dolgozok. Bocsánat, kibomlott. Meddig éltek közös háztartásban az anyja, az apja és maga? Együtt meddig? Hát amíg... Miért kérdi, nem mindegy? Nem is tudom, talán... 3 évvel ezelőttig. Akkor költöztek szét? Az öregem megugrott. Miért? Nem tudom. Aztán maga elment. Én miért? Az anyja ment el? Igen. Ő miért? És hova ment? Nem volt más az öreg lány. Reggel felébredek, nincs ott, kész. Nem bántott ez senkit. Az anyja? Igen. Miért bántott volna, és kit? Én nem tudom. Ő aztán senkit. Ezt miért mondja? Hát mert... Miért ilyen biztos benne, hogy ő aztán senkit se bántott volna? Mert... Hát nem tudom. Ismernie kellett őt. Hogyan élt, gondolkozott, viselkedett. Nem tud erre felelni? Nem. Szokott az apjával találkozni? Hát néha. Eljön, áldigál egy darabig. Olyankorra nincs pénze. Miért nem dolgozik? Tudom is én. Nem tudom. Nem dolgozik és kész. Tudja, hol lakik? Nem tudom, hol lakik. Hogy hol van, azt igen. Tisztelettel, jó napot! A legszebb időt tetszettek kiválasztani. Az Isten is arra teremtette, hogy elhozzák a gyerekeket az állatkertbe. Szereted az oroszlánokat, nagyfiú? Vagy a tigriseket? Figyelj csak! Remélem, nem félsz tőlük. Vagy inkább a majmokat szereted? Gyerünk, gyerekek! Adjon már egy fél márkát az úr. Ide nézzetek! Láttatok már pingvint? Csak egy fél márkát. Mit számít ez egy ilyen finom úrnak? Én mutatok még valami, gyerekek. Az az apám. Klett úr? Mit akar? Te is, mit keresel itt? Megmondtam, nem szeretem, ha bámulsz, amikor ugrálok, mint egy pingvin. A fene se akart idejönni. Keller felügyelő vagyok, bűnügyi rendőrség. És? Mit akar? A feleségét tegnap reggel holtan találták. Meggyilkolták. Hallotta, mit mondtam, Klett úr? Meghalt? Igen, meghalt. Hogy történt? Leszúrták. A tettes még ismeretlen. És tőlem mit akarnak? Kérdezni szeretnék egyet mást. Mióta nem látta a feleségét? Nem tudom, de régóta. Hetek, hónapok, fél év óta? Körülbelül.
Én pontosan szeretném tudni. Miért? Számít az maguknak? Igen. Nem tudom. Mikor láttam anyádat utoljára? Honnan tudja? Talán fél éve lehet. Az új címét nem is ismerte? Nem hát. Honnan ismertem volna? Hogy mit ismerek én? Mit mondok, mikor? Tegnap? Igen. Tegnap találták meg egy Landsberger utcai ház szeméttartájában. A szemét? A feleségét nem véletlenül ölték meg. Valami oka volt, és én ezt keresem. Meg azt az embert, akinek ez az ok elég volt ahhoz, hogy belevágja a kést 6-7-szer egymás után. Tisztelettel, jó napot! A legszebb időt tetszette kiválasztani. Fiacskám, hallottál már szamarat ordítani? Akkor most nyisd ki a füled! Szép kis család. Sok ilyen van. Szétesett család. Külön a szülők, gyerekek. Semmi se köti össze őket. De hogy ez miért van így, hogy ennyire... Hogy mi váltja ki? Fogalmam sincs. Megtudtatok valamit? Mindenütt kérdezősködtünk. Az utcán, az üzletekben. A házbeli szomszédoknál. Én a házmesternél. Kletné járt vásárolni ezekbe az üzletekbe rendszeresen, de nem magának, nem. Hanem Wachsnernak. És Silpnének. Úgy értsem, velük járt vásárolni? Nem, nem velük. Nekik. Nekik, mintha az alkalmazottjuk lett volna. A szomszédok is mindezt mondják. Kletné hordta le a szemetet Wachsnertől és Silpnétől, mosott rájuk, takarított, különféle szolgálatokat tett. Mind a kettőjüknek? Azt mondja a házmester, most mihez kezdenek? Most, hogy szolgáló nélkül maradtak. Az egybehangzó vallomások szerint Kletné végzett náluk minden házi munkát. Wachsner és Silpné gátlástalanul kihasználták a szerencsétlent. Láttad, hogy megijedt? Persze, hogy láttam. Jó napot, Wachsner úr! Meggyógyult a lába? A lábam? Valami baja volt. Két napig nem is jött be dolgozni miatta. Mi baja a lábának? Hogy mi baja a lábamnak? Se járni nem bírok, se állni. Ha 40 éve volna pincér, és mégse fájna a lába, arra befizet. Melyik orvosnál járt, Wachsner úr? Hogy melyiknél? Hogy hívják? Nem voltam orvosnál, csak otthon pihentem. Felpolcolt lábbal. Talán bűn? Hozzon 3 sört, legyen szíves. Sört? Azért jöttek, hogy sörözzenek? 3 nagy sört. 3 nagyot, igenis. Reszket az idegességtől az öreg. Kérem? Még nem rendeltek az urat? Kérdezni szeretnénk. Ismer egy bizonyos Kletnét? Akit megöltek, azt a Kletnét? Igen, ismerte? Persze, folyton itt ült. Miért kérdik? Folyton itt ült? Úgy szólván minden este, mindannyian ismertük. Aztán az újságban olvastuk, mi történt. Rendőrség? Igen. Kiderült már valami? Tudják ki a gyilkos? Nem, még nem. Rettenetes dolog, és egyszerűen érthetetlen. Kinek volt útjában? És miért? Azt mondja, hogy folyton itt volt. Úgy szólván minden este. Milyen volt ez a Kletné? Hogy milyen volt? Ja, úgy, hát olyan, hogy is mondjam, nagyon szerény. Csöndben ült egy asztalnál, rendszerint ott. És kivel? Hát egyedül. Én nem mindig egyedül.
Csak ült magában és hallgatott. Hát éppen ezért nem értjük az egészet, hogy kinek árthatott, kinek lehetett útjában egy ilyen csendes, meg, hogy mondjam, félszeg, igen, félszeg volt. Félszeg? Igen, olyan riad kis veréb volt. De a kollégám biztosan többet tud róla. Ő miért tudna többet? Kletné mindig vele együtt jött. Nála lakott. Nem tudták? De, ezt tudtuk. Köszönjük. Köszönjük. Wagner úr. Igen. Most hallottuk, hogy Kletné minden este itt volt. Minden este, nem minden este. Néha, ezt miért hallgatta el, Wagner úr? Elhallgattam. Megkérdeztük, hogy Kletné jár-e valahova, és ha igen, hová, de maga azt mondta, fogalma sincs. Miért hazudott? Hazudtam, nem hazudtam. Mit akarnak tőlem az urak? Igen, volt itt. Eljött néha. Miért is ne? És mit csinált itt? Mit csinált? Sört ivott, mint maguk. És erre telt neki? Hisz sose volt pénze. Egy pohár sörre, annyi azért akadt. Elnézést. Ez most hova ment? Szerintem rosszul van. Nem, inkább úgy viselkedett. Ez a zene, mintha jel lett volna. Nem láttad, ki volt a Wurlitzernél? Nem. Úristen, mi történt magával? Wagner úr, na, jöjjön! Hagyjon! Nem kell! Ki verte meg? Ki volt az? Ki vert meg? Senki se vert meg. Csak elestem is. Elestem. Beütöttem a fejem. Mi csinál? Hova rohan? Mondtam, hogy nem történt semmi. Elestem is. A Baxter úr, hadd segítsen! Ne, 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 hagyjon végén! A WC-ben van összeverve. Micsoda? Nem láthatok kijönni senkit? Nem. Elvitte magával Kletnét majdnem minden este. Aki órák hosszat ült egyedül egy asztalnál, miért? Miért vitte magával, és mit csinált ő egyáltalán ott a mulatóban? De hiszen mondtam már, hogy ő akart jönni. Ott akart ülni. Nem csinál semmit. És nem is volt rá oka, különös oka, hogy ott legyen. Egyszerűen tetszett neki, hogy ott üldögélhet. Órák hosszat, egy pohár sör mellett. Azt mondta, vigyen el, kérem, vigyen el. Kletné mondta, hogy vigyen el, kérem? Igen. Mondtam is neki, mi az ördögnek. Mondom, higgye el, ha nem volnék pincér, és ha nem kellene abban a lebújban gürcölnöm a megélhetésért, be se tenném a lábam. De ő menni akart. Igen. Kivel ismerkedett ott meg? Kivel? Ugyan már kivel ismerkedett volna meg? A gyilkosával. Álljon fel, kérem. A gyilkosával, akit maga ismer, Wagner úr. Ismerik Kletné gyilkosát. Ő az, aki magát megverte. Hogy értésére adja, ha eljár a szája, akkor magán a sor. Akkor egy nap magát is holtan találják meg, mint Kletnét. Ezt jelentette a verés. Mibe keveredtek maga meg Kletné? Milyen ügybe? Nem tudom, miről beszél. Nem én, felügyelő úr.
esküszöm önnek. Jó, köszönöm. Mondott valamit? Á, semmit. A főnök jelentkezett? Nem. Hová mehetett? Nem nyaralni. Miért hozott ide? Itt találtuk meg az anyját. Itt benn. Ott a... Hogy itt? Azt nem tudjuk, de ide dobták be a holttestét. A gyalázatosak. Tulajdonképpen miért szökött meg az anyja hazúról? Elépett az öreg, aztán ő. Biztosan unta a banánt. Nem tudta. Azért, mert nem tudta, hogy... Mit nem tudott? A pénzzel volt a hézag. Nem tudta, hogy kerítsen pénzt. Hát elment. És hová ment? Honnan tudja. Nem is kereste? Menni akart. Ha menni akar, mit csináljak? Akar még valamit? Nem. Végre. Sok újság van, főnök. Szólj Robertnek. Egy lépéssel előbbre vagyunk. Körülnéztünk abban a lebújban, ahol Wagner pincérkedik. Képzelje, Kletné minden este oda járt. Wagner itt van most nálunk. Igen. Aha. Figyelek, mondd tovább. Alaposan helyben hagyták. Add ide. Főnök, én találtam meg a földön összeverve. Persze azt mondta, hogy elesett. Az a véleményünk, hogy sokat tud, de megfélemlítették. Itt ül már két órája, főnök, és teljesen összeomlott, de nem beszél. Mit csináljunk vele? Mit mond? Hogy azt nekünk kell tudnunk. Hol van most, főnök? Azelőtt a lebúj előtt, amiről beszéltek. Willyklet épp most ment be. Willyklet? Mi van Willyklettel? Most ment be a lebújba. A remízbe. Willy, honnan tud erről a helyről? Van. Állítólag fél éve nem beszélt az anyjával. Mondd meg a főnöknek. Ő is tudja, ne félj. Rendben, főnök. A fiú mégis sáros volna. Hogyan? A főnök nem tudja, amit mi tudunk. Minden esetre folytassuk Wagnerrel, aztán Shilpnével. Az a gyanúm, hogy a főnök rossz hajóra szállt. Nem? Első eset volna. Thank you.
De kedves asszonyom, miért bújt el? Felügyelő úr, hogy jöttek be az ajtón? Kletné kulcsa nálunk van. Még mindig nem jár dolgozni, asszonyom? Még nem. Ma még egyáltalán nem volt kinn az utcán? Nem. Lehetséges volna, hogy mióta Kletnét megölték, ön még nem hagyta el a lakást? Én? Ne tagadja, így van. Bezárkózik, kisömeri tenni a lábát. Még ajtót sem mer nyitni. Miért nem? Sajnálom, Klett úr, de beszélnem kell magával. A fiam ma délután elment egy szórakozó helyre. Ugyanoda, ahová a felesége naponta eljárt. Honnan tud róla a fia? Maga említette neki? Mikor? Tegnap? Vagy ma? Mikor látta utoljára a feleségi? Mondta ugyan, hogy egy fél ére, de nem hiszem el. Hát mit hisz? Hogy nagyon rövid idővel ezelőtt beszélt a feleségével. Lehet, hogy tegnap előtt. Mit akarnak tőlem? Mit mondjak még? Csak az igazat, semmi más. Hát azt mondom. Hazudik, maga is Kletné belekeveredtek valamibe. Azt mondja meg, hogy miben. Semmibe se keveredtem. De igen, mégpedig a munkahelyén, és olyan emberekkel van kapcsolatban, akik oda járnak. Azt mondja meg, kifélék, mifélék azok. Nem tudom, miről beszél. Dehogyis nem nagyon jól tudja. Semmiről sem. Úgy is kihallgatunk mindenkit. Mindenkit az égvilágon. Főnököt, személyzetet, vendégeket. Figyeljen, Wagner, ezzel nem megy semmire, beszéljen. Robert, egy percre. Azt mondja meg, Shipney. Azt az egyet mondja meg. Milyen kapcsolat volt Kletné és Wagner között? Mert volt. De micsoda? Nem tudom, kérem. Dehogyis nem tudja. És el is fogja mondani. Mindent el fog nekünk mondani, amit csak tud. Wagnerről, aki pincér a remízben, aki minden nap elvitte oda Kletnét. Minden nap. És oka volt rá, hogy elvitte. Tessék, igyon meg, mindjárt jobban lesz. Hány éves? 60? Nem, nincs annyi. Annyi még nincs. Én jóval több vagyok, 64. És 40 éve pincér. Tudja, milyen élete van egy pincérnek? Gondolom. Talpalni. 40 évig talpalni. Aki 40 éve pincér, az egyszer körül talpalja a földet. Talpalja a földet. Ilyen lábakkal körüljárni a földet. És azt mondja meg, hova jutottam? Mit értem el? Azt mondja meg, ha tudja, mi hasznom volt belőle. Nem tudom. Akkor majd megmondom én. Semmi. És maga mire jutott? Én, nekem itt... Ez nyugdíjas állás, ugye? Igen. Persze, elért valamit a hivatali ranglétrán. A nyugdíjba megy, tudja, hogy mennyit fog kapni. Igen. És azt is tudja, hogy én mennyit kapok majd. Semmit. Úgy szólván semmit. Egyszer körüljártam a földet. Körülloholtam kilógó nyelvvel, és mit kapok érte?
Semmit. Összeesek, mert már nem bírom tovább. Kinyúlok. És... semmi. Félek. Félek az öregségtől. Sokat beszélgettünk erről Silvnével. Ő is fél. Ő is az öregségtől fél. Kérdezte, mit lehetne csinálni, azt mondja, semmit se lehet. Nem azok vagyunk, akik tudnak valamit csinálni. Azok nem mi vagyunk. Mert azok egészen mások. Mások, mint mi. És hogy milyenek, azt csak én tudom, mondtam Schiltnének. Kire gondolt? Rajzra. Rá gondoltam. Ki az? Rajz? Törzsvendég. Naponta ott van. Rajznak hívják. Na csak, hogy megjött az esze. De most aztán mondjon el mindent. Üljön le. Tessék, üljön le. Kezdje. Én borravalókból élek. Abból élek, amit úgy odadobnak nekem. Jó, elég lesz. A többi a magáé. Ha az ember egy életen át ezt hallja, akkor el is várja, hogy mondják. A többi a magáé. Ugrani kell. Mindig szolgálatkésznek lenni. Parancsoljon uraságod, ahogy kívánja uraságod. Beszéljünk Royce-ról. Ő azt mondta, elintéznél nekem valamit? Mondom, én? Semmi közöm az üzleteidhez, és nem is lesz. Miféle üzletekhez? Nem akarok börtönbe kerülni, mondom én. Azt mondja erre, de hogy kerülsz börtönbe? Különben is mondom, nincs nekem ahhoz bátorságom. Én nem csinálhatom, mondja ő, mert engem figyelnek. Figyelik? Miért figyelik? Azt is mondta, csak arra várnak, hogy mozduljak. Kik várják, hogy mozduljon? Egy küldeményről volt szó, Afganisztánból. Csak át kell venni, mondta. Átvenni és kifizetni. Afganisztánból? Akkor biztosan... Hogy mi volt benne, azt nem tudom. Nyilván kábítószer. Nem vállaltam el, nem. Mondtam neki, nem vállalom el. Ha nem, ki vállalta? Kletni? Gondolom, könnyen lehet, hogy Rajz megkérdezte Kletnét, hajlandó-e vállalni. Tehát ez a Rajz kábítószerrel kereskedik, és mert figyelik, keresett valakit, aki helyette lebonyolít egy ügyletet. Egy megbízható közvetítőt. Így volt? Igen, így. Így volt, igaz, Sibné? Igen. Azt mondta nekem egyik nap, mikor hazajött, most jó üzletet csinálhatnék, de félek, veszélyes dolog. Igen, ezt mondta. És ezek után fordult Royce Kletnéhez. Felteszem, lehet, lehet. Maga most nem mond igazat. Hogy? Úgy mondja, ahogy történt. A féligazság is hazugság. A teljes igazat mondja. Azt mondtam Royce-nak. Én nem vállalom. De tudok valakit, egy asszonyt, aki megteszi. Megteheti, mert rá senki sem gyanakszik. Azt mondja erre Rajz, nőre bízni ilyet, megőrültél. Mondom, nyugodtan bíz rá. Pontosan azt fogja csinálni, amit mondasz. Jobban jársz vele, mint akárki mással. Ki gyanakodna egy ilyen nőre? Hibát követtem el. Nem kellett volna Kletnét ajánlanom. De nagyon kellett a pénz. Ha az ember öreg, csak a pénz segít rajta. Silvnének is ez volt a véleménye. Igen. Azt mondtam, Kletnét rá kell venni, hogy vállalja.
Gondoltam, lesz egy kis megtakarított pénzünk, jól jön majd később, amikor... Azt mondtam Kletnének, nem vállal vele semmi kockázatot. Megkapja a pénzt, átveszi az árut, átadja és kész. Mondja, hogy rámegy másfél, legfeljebb két órája. Annyit igazán megtehet. És mindnyájan jól járunk. Maga is. Én is mondtam neki. Ugye megteszi? Miért is ne tenné meg? Mind jól járunk. És ő meg is tette. Kletné beleegyezett, megkapta a pénzt, és átvette rajz helyett az árut. És mi volt az tényleg kábítószer? Afganisztánból mi más lehetett volna? Tehát kábítószer. Milyen mennyiségben és milyen értékben? 80 000 márkáért. Kletné megkapta a pénzt. Láttam, amikor Rajz átadta neki. 80 000 márkát, amit Kletnének tovább kellett adnia, hogy megkapja érte az árut. Rajz pontosan leszámolta a pénzt. Csupa 100-as volt. 800 darab. Kletné és Rajz, mint cinkosok. A derék Kletné hivatásos bűnözők cinkosa. Most kéne a főnök, de nagyon. Hol van tulajdonképpen? Nem hagy békén, felügyelő úr. Azért, mert szüksége van rám. Nekem ugyan nincs. Gyakran van itt? Ez az állandó helye? Nekem? Nincs állandó helyem. Itt üldögélek néha, mert szeretek itt üldögélni. Rágyújt? Ne. Itt szeret üldögélni? Vagy itt bujkál? Bujkálok. Miért bujkálnék? Nem bujkálok én. Nem? Nem. Azért jövök ide, mert szeretek itt lenni. Szükségem van ilyen csöndes helyre. Így gyakorlom az állathangokat. Nagyon kell átudni, mert a gyerekeknek csuda jó fülük van. Itt gyakorol? Hát, nem hallja senki. Most például madarakat utánzok. A madárhang a legnehezebb. Figyeljen csak, megpróbálom. Amikor veszekednek. Itt jó, mert nem zavar senki. De ott már nagy a forgalom, a zaj. Mikor látta utoljára a feleségét? Mikor? 3 napja. Ide jött. Egyszerre csak itt volt. Kérdem tőle, mit akarsz itt? Mire azt mondja? Tudsz valami újat? Igen, madárhangot. Azt még sose csináltad. Most már azt is csinálom. Visszajöjjek hozzád? Hozzád? Meg Villihez. Miért jönnél vissza? Van pénzem. Pénzed? Honnan? És mennyi pénzed van? 80 000 márkám. 80 000? Igen, azt mondta, 80 000 márkája van. 80 000? Igen. Honnan volt 80 000 márkája, azt nem mondta? De, valamit el kellett intézni egy Rajz nevű embernek. Az adta a pénzt. Rajz? Igen. A felesége meg elsikasztotta. Azt mondta, nem adom oda. Megmutatta. Nála volt a táskájában. Életemben nem láttam még ennyi pénzt. Markolta a bankokat, és azt mondta. Nem adom. Nem adom oda. Nem adom oda.
Nem az a maga! Ki ölte meg a feleségét? Az, aki a pénzt adta neki. Rice. Maga ezt elmondta a fiának? Persze, hogy elmondta. Mikor mondta el? Ma reggel. Ma reggel? Igen, ma mondtam el neki, hogy itt volt az anyja. És hogy valószínűleg Rice ölte meg. Igen. Hol van most a fia? Beszéljen, Clint! Úgy se csinál semmit. Se ő, se én. Egyikünk se. Az asszony az igen, az legalább akart valamit csinálni. De a Billy nem csinál semmit! Mit akarsz? Tudd meg, ki az a kölyök. Azt kérdik ki maga, hogy hívják. Clint. Willy Clint. Azt mondja, Clintnek hívják. Halló, Walter! Robert! Egy rajzlevő vagányért megyünk. Sajnálom, főnök, hogy kicsit elmaradt a világ folyásától, de vagy... Arról a Rice-ról beszélsz, aki 80 ezer márkát bízott Clintnére? Aztán leszúrta az asszonyt, mert az elsikasztotta a pénzt. Ezt meg honnan tudja, főnök? Az afganisztáni históriát? Igen. Azt hittem, sikerült egyszer leköröznünk az öreget. Épp úton vagyunk a lebújba, főnök. Én is, gyerekeim. Kíváncsi vagyok, ki lesz ott előbb. Beszélni akarnak veled. Te vagy az? Rice? Igen, én vagyok. Hitte 80 ezerrel rendbe hozhatja az életét. Megérdemlünk egy konyakot, fiú. Bemutattuk a Felügyelő című bűnügyi filmsorozatból a Klett ügy című epizódot. Írta Herbert Reinecke. Keller felügyelő Erik Ode, Gera Zoltán. Magyar hangok Kristóf Tibor, Konrád Antal, Gálvölgyi János, Gyenge Árpád, Képesi József, Szilágyi Tibor, Nárai Teri. Magyar szöveg Révész Mária, hangmérnök Zombori László, rendezőasszisztens Bírói Bolya, Vágó Kislászló, gyártásvezető Romhányi Emmi, szinkronrendező Szántó Anna. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült 1973-ban. Zene Péter Tomás. Fényképezte Rolf Kestő.
filmet rendezte Dietrich Hauck.